Miért olyan nagy cucc, hogy egy 100 kilós mosógépet leraktunk egy üstökösnek a felszínére. Így néz ki egy rendes üstökös, nem sokan látnak, egy ember életében kétszer-háromszor adatik meg, az, hogy egy rendes üstökös lássa, egy nagy átverés az egész. Ezek az üstökösök, amiket látunk, hatalmas csúvája, akár a 2-300 millió kilométeres hossz is elérhetik. Miközben az egésznek a szilárd belső része, az nem más, mint egy jobb oldalt látható kis bolygó, tehát egy szikladarab van középen, ami néhány kilométer átmérő, maximum néhány 10 kilométer átmérőjű, csak az űr vákumában, kijutva belőle a por és a gáz, hatalmas térséget tud megtölteni. A tankönyvben tanulja az ember, ma is vannak a kis bolygók, amik ilyen kövek, és vannak az üstökösök, amik ilyen gázok meg por, de valójában ma már nem választjuk őket ketté, így fizikai megjelenéskor. Szikla megy az űrbe, ha jön ki belőle Afrika, akkor üstökös, ha nem jön, akkor kis bolygó. És ez a sok gáz meg por ebből a magból, mint azt 86-ban a héli üstökösnél fotóztuk, aktív területek vannak, ahol kisüvít, ilyen jeteknek nevezett anyagáramlatokban, ugye ez a gáz anyag, ami port ragad magával, és ezt hozza létre a csúvát. Szinte mindegyik egyedi és más típusú égítést. Miért szeretjük az üstökösöket? Miért fontos a tudomány szempontból? Hát azért, mert szétesnek. Kb. 100 nap körüli keringés után átlagosan széthullanak az üstökösök, ugye az, hogy kimegy belőle anyag, gáz, meg por, ez gyöngíti a szerkezetet, és a vége mindig az, hogy széthullanak. Mégis, hogy most vannak, azt jelenti, hogy raktáraknak kell létezniük, valahol távol a naprendszer külső részében. Az egyik ilyet azt már megtaláltuk 1930-ban, úgy hívják az első tagját, hogy Pluto. Csak azt akkor még egyedi volt, és azt hitték, hogy egy külön bolygó. De utóbbi 20 évben kiderült, hogy nem, a Pluto csak egy nagy darabja, egy ilyen gyűrűnek, ami ott a Uranus Neptunuson túl kezdődik, ez a Kuiper övezet. Nagyon arra mutatnak az adatok, hogy ugye ott látható fönt balra kinagyítva ez a bolygókon túlkezdő övezet, és ott bent ez valójában egy egészen pici térrésze valójában, egy hatalmas, a naprendszer belső részét gömb alakban körülvevő üstökös raktárnak, ahol 100 milliárd számra hemzsegnek ezek a kis néhány millió kilométer átmérőjű kis kövecskék, és véletlenül ott is vannak, amióta a naprendszer kialakult, különböző, akkor kiterni milyen hatások lendítik őket be. És ez azért klassz, mert ugye a Földön már semmi sincs meg, meg a belső naprendszerben eredeti állapotában. Ha meg akarjuk tudni azt, hogy milyen volt a kezdetekkor, mi lehet ez az ősanyag, amivel kialakult a naprendszer, hogy kezdődött el ez az egész, akkor ezekhez a picike égitestekhez kell fordulnunk. A naprendszer keletkezésének és valójában az élet keletkezésének a kulcsát sejtjük bennük. Vélhetően, mikor vizet iszünk a csapból vagy fürdünk, akkor valójában régi üstökösöknek a vizét locsoljuk magunkra. Vélhetően a Földre a üstökösök és kisbolygók szállították a vizet vissza, ugye hiszen a átforrósodás miatt az illóanyagok azok eltávoztak a világűrbe a kialakuláskor, tehát ezeket vissza kellett valamiknek szállítani. Ugye ez az egyik, nagyon fontos, ugye tudományos dolog, amiért szeretjük az üstököseket. A másik, hogy ezek a picike égitestek, ezek igen gyakran megközelítik a Földet. És bár ugye 4-5 kilométer az nem nagy átmérő, úgy az az ember léptékkel sem, de mivel ezek olyan 30-40 kilométer per másodpercet a hangsebesség százszorosával jönnek, nagyon nagyot tudnak ütni. Tehát egy 4 kilométeres kisbolygó az meteorkrátert csinálna, komplett Budapestből, meg az összes környező településből, meg mondjuk Közép-Európát lakhatatlanná tenni. Valójában minden egyes ilyen, amikor apró égitestre megyünk, az egyben egy technológiai kísérlet is, hogy tudunk oda menni, hogy tudunk pályára állni, hiszen ha egyszer találnánk egy olyan égitestet, amelyik tényleg veszélyezteti a Földet, akkor ezeket a manővereket kell végrehajtani, egy ilyen leszállással jár, hogy oda tudjuk juttatni esetleg robbanóanyagot, oda tudjuk juttatni ugye esetleg hajtóanyagot, amivel el tudjuk mozdítani, úgyhogy ugye az emberünk megvan. Ez igazán eredeti anyag, az ebben a nagyon távoli Oort felhőben van. Egyszerűen ezek az igazán tényleg ős eredeti üstökösökre sajnos nem tudunk oda jutni, ugye nem jó a technológia, úgyhogy olyanokat kell választani, amelyeket ismerünk és rövidebb a periódusa, hát a Héli is 76 évenként kerül meg a napot, de szerencsére vannak itt a Jupiteren belül ilyen 6-7-8 éves keringés idő, azokat valamelyiket már ismerjük 200 év óta, jól ismert a pálya, tudjuk, hogy hogy megy, oda már meg lehet tervezni évtizedes időskálán egy expedíciót, ezért választottuk ezt a Churyumov Gerasimenkot, de az idején az üstökösök éve legyen, óriási mázlink volt,
ugyanis októberben, ezt már 2013. januárja óta tudjuk, akkor felfedeztek egy üstököst, ami onnan messziről jön, tehát nem lehet hozzá expedíciót indítani, viszont óriási mázsére évezredes közelségbe került a Marsra. Az emberiség történetének legszorosabb üstökös és bolygó közelítése volt az október közepén, olyan a hold, föld-hold távolság felére haladt el a Mars mellett. És a Mars az tele van tűzdelve a különböző szondáinkkal. Üreszközöknek a garmada a felszínen kettő, körülötte keringve meg nem is tudom négy vagy öt eszköz ott van közvetlenül, tehát az üstökös jött házhoz, nem nekünk kell az üstököshez lőni szondákat. Ott középen ez a Siding Spring nevű kis üstökös a Marsnak az egén, azért sikerült lefotózni ezeknek a kis szondáknak, de hát ugye ez nem az a megjelenés, amit az első ábrán láttuk. Az üstököseknél, tehát ez inkább ilyen szakmai szempontból volt hasznos. 3x3 pixelen az üstökös, azt azért meg lehetett állapítani, hogy pár száz méter átveri a magja. Ami biztos, hogy a por az bejutott a Marsnak a légkörébe, az üstökösből kiálló por, ugye meteorok formájában bement a Mars légkörébe, és a Mars légkörében ugye a kék vonal a előtte, a piros az utána, vannak ilyen csúcsok. A lényeg az, hogy olivin nevű ásvány került nagyon nagy mennyiségbe a Mars légkörébe, az üstökösből, tehát elhapolt az egész váratlan esemény elől, ugye a Churyumov-Gerasimenko sót. Ez a felfedezés felvétel 1969-ben találták az üstökös. Ukrán csillagászok fedezték föl, ugye Jupiter és a nagyjából a Föld között jár, de 7 év alatt megkerül napot. Ez szuper, lehet hozzá indítani a szondát. Nem volt egyszerű odajutni, hiába kering bent, az nem úgy van, hogy jön az üstökös, jön az űrszonda, odalövöm, aztán majd ott padlófék, és akkor valahogy ráállunk. Na az üstökös olyan 20 km per szekundummal, meg a szonda is, vagy 20 km per szekundummal. Kéne vinni, mit tudom, 100 tonna üzemanyagot, ahhoz, hogy tudjak ott fékezni. Úgyhogy egy bonyolult intamanőverrel, így 10 év alatt, ennek nagy szerepe volt, mert 10 év az űrben az egy elég zord hely. Ez okozta a problémákat a leszállásnál. És ez egy nagyon furcsa, ugye megint egy mutattam egy kis galériát, ez megint teljesen különbözik a többitől, de abszolút egyértelműen ez a legvadabb tájék, egy fantasztikus égitest. Nem véletlen hagytak az augusztusi odaérkezéstől mostanáig időt arra, hogy hát kiismerjék, ugye körülötte keringett a Rosetta, meg a Fili összekapcsolva, és akkor ahogy ő mozog, hogy fel tudják térképezni a gravitációs teret, meg hát egy ilyen helyen hát hova szálljunk le? Hát mindenhol fölbobl az a szerencsétlen, nagyon kevés a sima terület. A színe az nem véletlen, a fényképek nagyon átverősek. Gyakorlatilag ezek az üstökös magok szinte mindegyik, de ez különösen, mintha egy széndarabot fognák a kezünkbe. Tehát a fény, ráső fénynek ilyen 3-4%-át verik vissza. Hát ha hosszút exponálunk és beégetjük még ezt a nagyon fekete magot is, akkor szépen látszik, hogy érdekes mondom, pont a nyakrészből jönnek elő a gázok. Hát, és hogy ez mennyire nem egyszerű leszállás, hanem a kis eszköznek, a filének nincsenek hajtóművei. Tehát ezt úgy történt, hogy jött az üstökös mellett a nagy szonda, a Rosetta, akkor hajtóművek, elkezdett mozogni az üstökös felé, elengedte ezt a kis szerkezetet, és akkor annak utána az már Newton kezében volt. Vannak mindenféle műszerek, nyilván raknak rá fényképezőgépet, fotót készítsen, raknak rá gázelemzőt, gázokat, a port elemezze, még ilyen olyan rádió, ilyen tükben radarként használható dolog is volt, mert az üstökös magon keresztül tudott volna radarozni. Igen, a lábakra rakunk szeizmométereket, hogy a belső szerkezetről tudjuk valamit mondani. Nagyon ügyes kis szonda, hogy a belső az irányító számítógép az ő magyar tervezés volt. Elindult ez a kis háromlábú eszköz az üstökös felé, ez kb. 3 km magasról készítette, pont egy ideálisnak mondható, teljesen sík, nagyon klassz kis helyre szállt le a szonda. Ám ugye történtek bajok, az a 10 éves út alatt bedöglött egy hajtómű, egy pici teljesítmény, nagyon fontos hajtómű, ami amikor a szonda leszáll a felszínre, akkor bekapcsolt volna és oda nyomta volna ezt a szerkezetet. Azért van szükség, mert egy ilyen kicsi testen a gravitáció borzalmasabb pici. A szerkezet leérkezik, hiába érkezik lassan, ugye ha visszapattan, mert rugósak a lábai, visszapattan és akkor visszaemelkedik nagyon kis energiával is. És mivel nem működött a hajtómű, úgy tűnik, hogy sajnos ez történt vele,
talajt ért, jeleztek a lábak, hogy talajon vagyok, ugye vért a jel, ezért volt a földön az újongás, de valójában utána még 2 órát, miután már itt mi a földön ünnepeltük, hogy leszállt, ugye 28 perc volt, hogy egyáltalán jel ideért, ezért sem lehetett a leszállásba beavatkozni, mert itt nincs ugye fény véges terjes sebesség miatt. Sajnos a levegő volt visszapadt, mert nem volt, hogy odaszorítsa. Ugye voltak a lábai ilyen tüskék, pirot, amiket belelőttek volna a talajba az érintéstér, de a patronok is tönkrementek a 10 év alatt, még senki nem csinált ilyet. Emiatt ugye ilyen leszállást, emiatt hát nem volt próba, és lejárt, úgy látszik, a lejárt a szavatossága. Tehát ezeknek leszállt majdnem 2 órával később újra, ezért visszahúzta ez a kicsi gravitáció, de úgy kezdett el visszapattanni, hogy 37 cm per másodperces sebesség. 2 órát tudod repülni, és majdnem 1 km. De olyan kicsi a gravitáció. Sokkal kisebb pattanás is volt, ezt én most úgy vélem, bár ez nincs megerősítve, hogy ez nem pattanás lehetett, hanem lezuhanás. Tehát az a baj, úgy tűnik, hogy egy nagyon rossz helyre pattant el. Az első kép, ami érkezett róla, valószínűleg ahova leszállt, ott nem tudott megkapaszkodni, és leeshetett oldalra, mert jelenleg úgy tűnik, hogy valahogy az oldalán fekszik, benne valami állat a hasadék félében. Itt vannak a képek, ez is kép, meg ez is, de itt a kamerától néhány centire lévő sötét talajt fotózza, itt oldalt, itt éri valami napfény, ez pedig fönn, ott legjobb fölül, az pedig az ég volt. De hogy benn van ebben az árokban, ilyen sziklákkal körülvéve, ráadásul pont rossz oldalra fordulva, a tervezett 6 óra helyett olyan 1,5 órát kapnak napsütést a napelemtárnák, amit ugye töltenék az akkumulátorokat. És hát most valószínűleg azon megy a nagy sakkozás, egyrészt, hogy tényleg 1,5 óra, és hogy ez mire, mit lehet ennyi energiával tenni, és hogy meddig bírják az aksik. Bizonyos méréseket biztosan el fog tudni végezni. 1,4 milliárd euró az egész program, amit hogyha levetítünk az Európai Unió népességére, akkor fejenként mindenkinek 3,5 eurójába kerül.